Az egyik oldalon Vicce Csilla, a civilek a meccsekért mozgalom szóvivője, a másik oldalon Péterfi Attila, Pécs polgármestere, a pécsi törvényszéken hétfő délelőtt. A városvezető perelte be a civil szervezet tagját az állításai miatt. Szerinte becsületsértő és ártott a jó hírnevének, amit mondott róla Vicce Csilla. Keresetet elutasítja, kötelezi a felperestő 15 napon belül fizessen meg a másodrendű alperesnek 393.700 forint párköltséget, kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak az állami adó és vámhatóság felhívásában megjelölt módon és számlára 36.000 forint meg nem fizetett illetéket. Az ítélet ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül a pécsi ítélőtáblához címzett fellebezésnek van helye, tessék helyet foglalni. Ez az ítélet első fokon, vagyis a törvényszék szerint nem állított valótlanságokat a civilek szóvivője, nem követette el becsületsértést és nem ártott a polgármester jó hírnevének. Ezt a határozatát indoklással is kifejtette a bírónő. A peresi állítás tényállítás ugyan, de a valóságnak alapvetően megfelelő, és nagyrészt épp a felperes saját tényállításain az általa nyilvánosságra hozott adatokon alapul, az egyéb közléseket pedig a való tényekből levont értékítéletnek következtetés így véleménynyilvánításnak tekintette, amelynek egy választási kampány során a közérdeklődésre számot tartó közéleti vita keretein belül hangzottak el. Egy rövid részlet az ítélet indoklásából. A civilek a meccsekért mozgalom szóvivője Péterfinek a hőerőmű vezérigazgatójaként végzett tevékenységéről azt mondta, 2008 és 2013 között mintegy 3 millió tonna fa került elégetésre a vezető tudtával. Ez pedig káros hatással volt és van a környék erdeire, a környezetre. Az adatokat Péterfi előadásából vette át Vicce Csilla, ezt a bíróság is megállapította. A polgármester nem fogadta el az ítéletet. Fellebezni fogunk, tök egyértelmű. Hát amit hallottunk a bírónő indoklásaként, az egy abszolút érdekes felolvasmány volt. Én itt hozzáteszem, szerintem van benne majd hiba is, de ezekre majd a fellebezésben kitérünk. Nyilvánvaló, hogy ha ez az első rendű ítélet jogerőssé válna, ez azt jelenteni, hogy bárki közszereplőkkel szemben nyíltan hazudozhatna. Én pedig pont ez ellen léptem fel, és pont ez ellen fogok fellépni a jövőben is. Vicce Csilla nem hazudott, éppen ezt állapította meg a bíróság. Ezt szegezték szembe Péterfi mondani valójával az újságírók. Én meg azt mondom, hogy hazugság. Tehát akkor nem fogadja el a bírónő véleménye, az egy elég, én azt mondanám, hozzá nem értő módon, hogy ez egy komoly kreálmány. A jogászok azt mondták mellettem, hogy abszurd. A győztes oldalon nem lepődtek meg a döntésen. Ezt vártuk. Ez a magyar joggyakorlat üdes tovább már 30 éve. Én nem értem, de a pert. Én azért mondtam, hogy a jelen per felperes, a pécsváros polgármestere, egyetlen dolgot bizonyít be, Bibó szavaival élve, hogy nem demokrata, mert fél a véleményektől. Nyilvánvaló, aki közéleti szerepet vállal, mint hogy a bíró is az indoklásában kifejtette, számolnia kell azzal, hogy kritika éri a tevékenységét. Mondta Vicce Csilla védője, aki kiemelte, hogy egy civil vélemény volt az, amit a szóvivő mondott. Ez most a bíróságon is bebizonyosodott első fokon.